Üdvözlöm! Szili Tamás vagyok, a Plastic Product ügyvezetője. Örömmel számolok be róla, hogy elkészült egy újabb fröccsöntőgépünk, egy oszlop nélküli engel 330x80. Ez egy CC 200-as vezérléssel rendelkező gép. 2004-es évjáratú. Nézzük is meg rögtön az üzemórát, illetve a szervizintervallumokat. A gép jelenleg magyar menüvel fut, természetesen a németet is tudja. Fröccsettség, menjünk el az adattáblájához, nézzük meg, hogy mi a gépszám. Oké. Jó. Tehát ez egy 80 tonna záróerejű oszlop nélküli fröccsöntőgép, 30-as csiga átmérővel, ellenőrzött, javított állapotban, érintőképernyős, az annyit jelent, hogy nincsenek már külön gombok, hanem hogyha rámegyünk bármelyik piktogramra, ez ugye a szerszám, vagy rámegyünk a fröccsöntés piktogramra, akkor mindenhol lenyíratnak újabb ablakok, stb. Nem kell magyarázni, nem egy új technika, régóta létezik. Megnövelt szerszámlappal rendelkezik a gép. Most egy vékony falú terméket gyártunk rajta, filmhártya meglövéses, tehát három darab potyog egy lövésre, és kis vágott gáttal egybeesik le a darab. A gépen lehet szabályozni a kilovolnak a nyomását és a sebességét, illetve ha átmegyünk a túloldalra, akkor majd látjuk, hogy a gép maghúzóval is rendelkezik. Minden gépen elvégzünk egy ellenőrzési folyamatot. Az ellenőrzési folyamat kapcsán a gépet szétszedjük, megtisztítjuk, ellenőrizzük, hibás kiépítéseket javítjuk, illetve összeszerelés után a gép szerszámot kap, és szerszámmal próbaüzemet futtatunk. A próbaüzem alatt feltárt hiányosságokat, hibákat ismét javítjuk, illetve az olajfolyásokat megszüntetjük. A tőlünk kikerülő gépek mindig üzemkész állapotban mennek el a megrendelőhöz. A gépen jelenleg egy kör maghúzó van, amit itt láthatunk. Annak is van nyomásszabályzója, sebességszabályzója, stb. Ennek a gépnek is sok apró hibája volt, ezeket a hibákat mind szervisszámlával igazolható módon kijavítottuk. A gép kipróbálható állapotban, áram alatt, víz alatt, szerszámmal, olajjal bármikor megtekinthető, illetve kipróbálható. Ajánlom igényes műszaki termékek gyártásához.